szezon előtt, hogy elkezdtük, ugye megnyertük az összes felkészülő meccset, ugye az volt az elvárás, hogy minél jobban szerepeljünk, ahogy elkezdik a szezon. És hát az elején még voltak gondok, nem álltunk még úgy össze, ezért becsúszott két vereség, de azóta úgy néz ki, hogy egyre jobban összeállunk, és egyre jobbak vagyunk, és azért jönnek a győzelmek is. Az első pár meccsen becsúszott két vereség, ami annak köszönhető, hogy sajnos nem állt össze még úgy a csapat, amit mondtad, hogy később jöttek az amerikaiak. Utána pedig rendes edzésekkel összeállt a csapat, és így sikereket tudtunk elérni. Jó védekezés lepattan után egyből megindulunk, és könnyű kosarakat tudunk szerezni. Valamint mostában egész jól dobunk kintre is. Védekezésben nagyon jók vagyunk, szerintem a mezőnyben mi vagyunk a legjobb védekező csapat, és hát a legmozgékonyabb csapat mi vagyunk. Szerintem abban, hogy ne legyenek ilyen szakaszok, hogy néha egyénieskedünk, és több legyen a csapatjáték. Ha védekezésben oda tudom tenni magam, akkor rendben lesz, mert támadásban oda tudom tenni magam, de védekezésben még van mit javítanom. Nem fogjuk félváról venni egyáltalán, és remélem, hogy minél simább és minél szebb játékkal nyerünk.